Már az aszfalt réteget terítik a vaját rohoddal összekötő kerékpárútra a szabolcs már bereg megyei kisváros határában. Az első szakaszt őr és vaja között már néhány hónapja használhatják a biciklisek. A város polgármestere szerint a beruházás révén könnyebb és biztonságosabb lesz a települések közötti közlekedés. Régi álma válik valóra a városunknak, illetve Rohoda és őrkösségeknek is. A két települést vajával összekötő kerékpárutak kiépítéséhez kezdtünk hozzá, tehát vaja őr. Ezen beruházási költség 112 millió forint, illetve a vaja rohot közötti kerékpárút épül most ki, ez 192 millió forint forrásból valósul meg, illetve ezen túlmenően az idősek szociális otthona, illetve bentlakásos otthonának a teljes felújítása, illetve a bővítése zajlik, ez mintegy 126 millió fejlesztést jelent. A két kerékpárút, amely része a Rohod Mátészalka Csenger Sima regionális kerékpárút hálózatnak, jelentősen javítja majd a közlekedés biztonságot a térségben, hiszen a biciklisek jelenleg a nagyforgalmú 49-es számú főúton közlekednek a települések között. A környékről sokan járnak kerékpárral dolgozni, a vajai és a környékbeli üzemekbe. A tervek szerint július végére a teljes beruházás megvalósul.